A zenekarunk az autentikus lovári és bás cigány zenét dolgozza fel, építi egy új világba, egy kicsit romungrósítva, ezt a szót már elég gyakran használjuk. Sajátos hangzásvilágot teremtünk, melyben a kahon, a harmonika, a gitár, a kanna és a kanál vesznek részt. A zenekarunk az 2007-ben alakult, ugye nem ebben a felállásban, de ebben a formációban 2011 éveleje óta muzsikálunk, és úgy gondolom, hogy elég jól megtaláltuk a közös hangot és azokat a tagokat, akikkel ezt a kultúrát és ezt a féle muzsikát precízen és tudatosan lehet művelni. Bizony, ahogy így elnézze a produkciókat, azért egy kicsit így remeg a lábunk, mert hogy azért vannak itt jó zenekarok, de úgy gondoljuk, hogy most 100% fölött teljesítettünk, és ezt a visszajelzést kaptuk a zsűritől. Én azt tartanám talán a legnagyobb tervnek és célnak, hogy hamarosan szerintem el fogunk kezdeni egy új zenei anyagon dolgozni. Minél több helyre szeretnénk eljutni nyilván a produkcióval, illetve a zenekarral. Bízunk abban, hogy a nap végén ránk mosolyog a szerencse, úgyhogy csillaga. Reménykedünk a döntőbe jutás sikerében. A Romungró Gypsy Bandnek. Óriási tapsot nekik, gyertek! Nagyon-nagyon jó érzés és felemelő érzés itt állni elsőként, elsősorban ezt a oklevelet tartani. Hát igen, nagyon sok munkánk van ebbe a történetbe. Ezt a sajátos stílust, amit mi képviselünk, ezt megpróbáltuk olyan szinten átadni a közönségnek, illetve a zsűrinek, hogy úgy látták, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy továbbra is megmutassuk ezt a tehetséget, ezt a rettenetes sok munkát, és ezt a szív örömzenélést, ami visszaadja azt az embereknek azt az érzést, azt a szeretetet, amit a zene tud nyújtani. Nagyon-nagyon szépen köszönjük így a zsűrinek is, meg így a A38 hajónak is. Köszönjük szépen!